Ünnepi hangversenyre készül a Győri Filharmonikus Zenekar. Szent László napján a Győri Bazilikában adják következő koncertjüket, amelyen ritkábban hallható darabokat játszanak, mondja Rácz Márton karmester. A Győri Bazilika kottatárának egy komoly hányada hál' Istennek átvészelte a háborúkat, és ebben kutatva találtunk sok olyan remek művet is, vagy remek mű átiratot, amelyekből lehetett válogatni. Tehát tulajdonképpen csináltunk egy olyan áttekintést, ami a Győri Bazilika zenei életében 1780-85 és 1810 között, biztos, hogy 12, mert a Schubert legkésőbb, mert az 12-es, biztosan elhangzott a Győri Bazilikában, mivel a kottatárban felelhető volt. A különleges zeneművek mellett a sokszínűség jellemzi a hangversenyt. Négy kürtös drámai egyházi oratórium nyitánytól kezdve a legáttetszőbb Haydn orgona versenyen át a Schubert éteri Mária himnuszáig nagyon sok különböző típusú zene található ebben a műsorban. Az ünnepi koncerten a Győri Filharmonikus Zenekar mellett Lázin Beatrix, Varga Viktória és Szekendi Tamás működik közre. A hangverseny szerdán este 8:30-kor a Bazilikában lesz.